2005-ben rendezték meg először a látás hónapja programsorozatot, akkor közel 30 ezeren keresték fel az ország valamelyik optikáját, hogy megvizsgáltassák szemüket, míg a tavalyi évben már 65 ezeren. A statisztikák szerint egyre többen érintettek valamilyen szembetegségben, legyen szó gyermekről vagy felnőttről. Gyerekkorban elsősorban a kancsalság a fénytörési hibák kezelése áll előtérben, felnőttkorban a zöldhályog és a szürkehályog, valamint a magas vérnyomás cukorbetegség okozta szemfenéki elváltozásokra figyelünk oda. Időskorban pedig a makula degeneráció, a szemfenék messzes elváltozásai a leggyakoribbak. Ezen túl a száraz szem szindróma is gondot jelent, a lakosság 45%-át érinti, ezért az idei látás hónapjának ez áll a középpontjában. A számítógépek, a tabletek és az okostelefonok használata, a száraz levegő, a kevés folyadékfogyasztás és a sok légkondicionált helység mind súlyosbítja a szemek szárazságát. Percenként 10-12 pislogás lenne a normális, a technikai eszközök használata közben ez a szám jóval 10 alá tud Esni. Megoldás lehet a 20 percenként 20 másodpercig pislogás, 20 méterre nézve, és sokat segíthet a műköny használata is. Amikor elmegyünk a gyógyszertárba műkönnyet venni, akkor mindig figyeljünk oda, hogy mit tartalmaznak ezek a készítmények. Elsősorban a tartósítószer mentes készítményekre figyeljünk oda, azokat kérjük illetve először nem baj, hogyha, vagy jó lenne, hogyha a szakember véleményét kérnénk. A könyv ugyanis három rétegből áll, és nem mindegy, hogy melyik réteg hiányzik, amelyiket kell pótolni. A szemünk egészségének megvédése érdekében a szakemberek a piros bogyós gyümölcsök és a zöld levelez zöldségek fogyasztását javasolják, valamint felhívják a figyelmet a megfelelő folyadékbevitelre is. Fontos rendszeresen ellenőriztetni szemünket, amit megtehetünk egész október végéig, a látás hónapjához csatlakozó Optikákban ingyenesen szaktanácsadással együtt.